Köszöntöm Önöket a Nálatok Mizu legújabb adásával jelentkezünk. Média munkások a háttérben. A mai műsorban olyan vendégeket hívtam, akik itt a Médiacentrum berkeiben lehet, hogy kissé láthatatlan munkát végeznek, de mégis nagyon sok az a produktum, amit ők előállítanak. Meg egy picit ezt a mondatomat azért az egyikőjük részén, illetve esetében meg fogom cáfolni. A stúdióban köszöntöm László Takács Krisztinát. Hát ugye a Fehérvár újságért felelsz te, mondhatjuk így. De ezen kívül nagyon sok minden mást is csinálsz, majd erről is beszélünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Itt van velünk Kis László, fotográfus, kisiparos. Kisiparos, jó napot mindenkinek! És Gemeiner Lajos, a Vörös Marti Rádió műsorvezetője, szerkesztő műsorvezetője. Köszi, hogy eljöttetek. No, arra gondoltam, hogy ebben az adásban beszélgetünk arról, hogy ugye a háttérben ti nagyon sokat dolgoztok, nagyon sokféle az a munka, amit ti csináltok, mégis a látvány az aztán, amit az ember a kezébe fog, illetve a te esetedben az, ami hallható a rádióban, az is egy elég kemény munkának a gyümölcse. Milyen a háttérben dolgozni? Kriszta, te esetedben majd egy picit itt már változásokról is beszélhetünk, de egyébként így a háttérben milyen nektek? Kezdjük akkor innen. Jó. A rádiósnak muszáj beszélni. Igen. Nem, igazából olyan érdekes, hogy nem érzem úgy háttérnek, tehát nem is feltétlenül abban gondolkodom, hogy látható, nem látható, hanem hogy gyakorlatilag kikerül-e valami munka, és azt a munkát én meg tudom-e ítélni, hogy jó-e vagy sem. Hát nyilván most egy nagy szünet volt. Én imádok itt dolgozni, nagyon szeretek, most nagyon szigorú vagyok magammal, nagyon kritikus jelenleg, úgyhogy most inkább úgy érzem, hogy újra egy tanulási, meg egy fejlődési fázisban vagyok, de nem érzem azt, hogy attól, hogy nem látszom, sőt, kimondottan örülök neki, hogy nem látszom, a kameraláz, vagy ugye a lámpaláz az azért ilyen szempontból mindenkit máshogy érint, szerintem egy nagyszerű, tehát ha egy régi műsorra reflektálhatok, akkor a helyemen vagyok ezzel, igen. Egyébként most valamennyire rácáfolhatunk, mert ugye a Vörös Marti Rádióban vannak azért olyan műsorok, amik azért kamerán keresztül láthatók. Most ez egy újdonság nálatok. Igen, ezzel mindig próbálkozunk. Itt a technika hol jobban megsegít minket, hol kevésbé. Valahogy ott is ki tudom kapcsolni a kamerát. Tehát például a tévében nehezebben, a tévéadásban vagyok, akkor azért ez úgy jóval feszélyezőbb, de amikor rádióban vagyok, nem tudom miért a mikrofon biztosít egyfajta olyan közeget, amitől biztonságban érzem magam, vagy amitől kimondottan csak a munkára tudok figyelni, és arra, amit mondani szeretnék. Tehát ez egy érdekes. Jó, még visszatérünk akkor itt a munka részleteibe. Kriszta, hát ugye a Fehérvár újságban, hát 2009-ben jött létre ez a magazin, ugye, így hogyha van, jól emlékszem, és te szerintem a kezdetek óta ott tevékenyked. Így van, alapvetően én újságosnak is jöttem, bár már az elején is híradoztam, tehát híradóanyagokat készítettem, illetve szerkesztettem, de valahogy mindig az újság maradt meg. Talán azért is, mert valahogy úgy jóba vagyok az írott szöveggel, tehát nem esik nehezemre megfogalmazni egy-egy mondatot. És ugye, ahogy Lajos is fogalmazott, hogy nekem is egy biztonságot ad. Tehát milyen lenne, hogyha ülnék a klaviatúra előtt, és gondolkodnék a szavakon, meg hogy mit írjak, hogy szerkesztek, és közben egy kamera egyfolytában azt venné, hogy én hogy dolgozom. Tehát én attól biztos, hogy frászt kapnék. És ez egy megnyugtató dolog, hogy ez ilyen szempontból egy magányos dolog. Viszont olyan szempontból meg nem magányos, hogy ahhoz, hogy az ember embereket tudjon bemutatni, olyan történésekről tudjon írni, vagy akár egy jó publicisztikát tudjon írni, ahhoz kell egy olyan közeg, akár egy szerkesztőségi közeg, akár egy, mondjuk most ugye városi lapról beszélünk, egy városi közeg, olyan emberekkel kell találkozni, akik inspirálnak, tehát ilyen szempontból meg nem magányos. Úgyhogy nekem megnyugtató, főleg úgy, hogy én alapvetően nagyon lámpalázas vagyok, tehát én szó szerint kiütést kapok, hogyha kamera előtt vagy emberek előtt kell szerepelni. Ugye most is olyan ruhát vettem fel, hogy ne látszódjon, de itt ilyen kis piros foltok szoktak megjelenni, és rettentően zavarnak, úgyhogy ez most nem látszik, hál' Istennek. Szóval
Én ezt szeretem, és ebben érzem magam biztonságban. Ez persze nem azt jelenti, hogy néha nem jó kitekinteni, és ebben például ugye hetente van egy lapszemle, ott Lajossal is találkoztunk már a rádióban. Nekem nagyon sokat segített, hogy a rádióban, ugye ott élőben megy ez az adás, hogy beszélgetünk az újságról a megjelenés napján csütörtökön, és nagyon sokat sikerült fejlődnöm abba, hogy merjek beszélni, és ne kezdjek el azon gondolkodni, mint amikor írok, hogy vajon ezt most jól fogalmaztam, vagy nem jól fogalmaztam, mert más műfaj. Hát igen, mert ott ugye van időd átgondolni, a beszéd, az élő beszéd azért egy kicsit más. Majd erről is beszélünk, a hibákról, azt ne felejtsük el. Laci, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Amikor bejöttél a stúdióba, rögtön elkezdtél rendezkedni, átrendezted volna, beállítottad volna a fényt, és a többi, és a többi. Neked ez az életed. Igen, bár én ritkán vagyok a TV stúdióban. Ráadásul tulajdonképpen bírom a szereplést. Csináltam itt a karantén alatt ilyen online fotótanfolyamot, és nem esett igazán nehezemre. Nyilvánvalóan, aki bírja, azon a legkevesebbet a kamera előtt. Viszont az egy kettős dolog ez, amit kérdeztél az elején, hogy előtérben vagy háttérben. Hát nyilván a melók az előtérben vannak, de sokszor zavaró az, hogy nem társítják hozzá az embert, aki csinálja. Ez azért a mi melónkban kellemetlen. És hosszú évekig nem is foglalkoztam ezzel annyit, csak most ez a közösségi média földobta azt, hogy mindenki valamilyen módon hype-olja magát. Tehát az van, hogyha megnézzük mondjuk egy kutya közönséges esküvői fotót, fel van írva, mint régen egy Vogue magazin címlapjához, hogy fotó, smink, ruha, mit tudom én, mint hogyha mindenkinek ez lenne az élete, hogy címlapokat forgat. Viszont mi úgy melózunk, hogy gyakran nem terül ki, hogy ki csinálta a képet. És ez azért ezt tud kellemetlen lenni. Bár én egy selfie bajnok vagyok, azt hiszem összességében csináltam életemben egy egész selfit, de bírnám a szereplés, szó se róla. Nyilván nekem nem kell szerepelni. Igen, de ugye az, hogy amit mondasz, hogy a selfie-t ugye nem készíted, az nyilván abból is fakad, hogy te inkább minden mást fotózol, és megakad minden máson a szemed, mint ugye a mai világ adta lehetőségeken. Azért a munka az más. Tehát azért vagyok kisiparos. Egészen más, amin megakad a szemed, meg egészen más, amikor termelsz valamit. Az egy szükséges folyamat. Ott tudnod kell, hogy mit, miért csinálsz. Amikor rácsodálkozol a világra, az inkább élvezkedés, vagy hívjuk így művészet, ha valakinek ez így jobban bejön, vagy jobban tetszik. De amikor termelünk valamit, az egy sokkal tudatosabb tevékenység. Tehát most a termelés alatt azt érted, hogy mondjuk az újságban mondjuk kötelező jelleggel meg kell csinálni hétről hétre a fotókat, de egyébként meg kiállításaid vannak, és az abban meg az örömedet leled. De egyébként az újságban is van az, hogy van a termelés rész, ugye a heti hírek, meg van, amikor egy kicsit azért mi is beleadjuk magunkat, egy kicsit jobban jut arra hely, meg idő, hogy kifejezzük magunkat. Nem úgy magunkat, hanem magunkon átszűrt világot mutassuk meg. Szerintem te is valami ilyesmiről beszélsz, hogy ami a te produktumod... Krisztán, mint egy költőnő, érted? Hát, ha beszél, akkor tegyük fel egy magas polcra a történetet. Persze, igazad van, vannak jó melók, tehát van, amiben beleállunk, amit élvezünk, meg mit tudom, de azért sok ilyen... Napi rutin is van, amit meg kell csinálni, le kell termelni. Ebben lehetnek portrék is, amik egyébként azért termelnek némi örömöt, tehát amikor van arra kapacitásod, egy kicsit alaposabban megfigyeled az alanyodat, azért az egyfajta élvezet, meg ott azért nyitunk egy kicsit a másik emberre, meg a világra is, az jó, azt nagyon bírom. Na, erre a napi rutinra majd még szeretnék visszatérni, de egy picit meséljük el a nézőknek, hogy ti hogyan csöppentetek bele abba a munkába, amit most végeztek, illetve hogyan keveredtetek ide a médiacentrumba. Kezdjük veled. Igen. Hát ez egy egészen hosszú történet. A sajtó iránti érdeklődésem azért körülbelül egy olyan 20 évre nyúlik vissza, amikor voltak nagyon jó pesti rádiók, amiket nagyon szerettem, és hát éjszakánként rengeteget hallgattam, bocsánat, csak közörülnöm kell torkat. Rengeteget hallgattam. És... Lehet, hogy te éjszakánként 10 évesen rádiót hallgattál? Nem, de akkor még nem is 10 voltam. Na, akkor. 12. Igen. Kölyök. Viszont hát ilyen 2000 környékén, de azért annyira kölyök már nem voltam, és úgy éreztem, hogy mindig ott vagyok én is a stúdióban, csak nem tudok beleszólni. Tehát egyébként elég interaktívak voltak, tehát lehetett akár írni nekik SMS-t, aztán ha olyanjuk volt, akkor rögtön válaszoltak is. De akkor éreztem azt, hogy annyira jó lehet úgy beszélgetni, hogy kvázi hallják mások is, de mégis érdekes témáról.
olyan dolgokról, ami az embernek lehet, hogy a hétköznapokban elkerüli a figyelmét, nem gondolja végig. Pont ezért volt az, hogy az éjszaka vonzott be, tehát azok a műsorok, amikor tényleg lehetett beszélgetni, amikor nem voltak meg a napi formátumok, hogy most ugye drive time van, és akkor ilyenkor gyors, pörgős adás, ilyen-olyan zenékkel, hanem leültek, és akkor mindent ki lehetett beszélgetni. Ma talán podcastnek hívják ezt a műfajt. Interneten azonban ez volt az, ami miatt azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy ezt el kéne kezdeni valahol. És amikor elkerültem az iskolába, ahol aztán végül is a szakmát tanultam, mindig azt mondták, hogy ez nem egy olyan dolog, amit ugye tanulni kell, hanem ez annyi, hogy le kell ülni csinálni, meg kell tanulni az alapjait, a szakmai ismereteket, és utána az emberből úgy is elválik, hogy tudja-e csinálni, vagy nem. Úgyhogy szerencsére ott tudtam venni azokat az akadályokat, amiket a suli elém gördített, de utána sehogy nem tudtam rádióhoz elhelyezkedni, hiszen addigra körülbelül Budapesten már csak kereskedelmi rádiók voltak, én pedig valamiért inkább a talk rádió formátum volt, amiből beleszerettem. Úgyhogy volt egy nagy szünet addig, amíg ide költöztem Fehérvárra, és innen itt pedig nagy szerencsémre pont találkoztunk, mert a Városgondnokságon dolgoztam, az önéletrajzom valahogy bekerült a Fehérvár Média Centrumhoz, és akkor kaptam a megkeresést, hogy mi lenne, ha a hétvégi rádiós műsorokat elvinném a szombatot. Úgyhogy nagy öröm volt, 0 kilométeresen, tehát tényleg még a 2000-es évek elején tanulva, de úgy éreztem, hogy tökéletesen jó mély víz ahhoz, hogy belemerítkezzek a rádiózásba, és nagyon beleszerettem. Itt is egyébként próbálok többnyire magazin műsorokat gyártani. És most az jutott eszembe, hogy ugye sokáig nem rádióztál, hogy neked nem mondogatták mások, hogy olyan jó rádiós hangod van? De én is ezt akartam mondani. Előfordult néhol, teleszélszeztem nagyon sokat. Tehát egyébként telefonon értékesítettem még jó ideig multicégeknél, amíg nem kellett víztisztítót és különböző macskakefét eladni telefonon, mert az már körülbelül a lehetetlen kategória volt, és addig mindig mondták, hogy ó, hát olyan jó a hang, de én nem tudom, ez számomra, én mindenkinek szeretem a hangját, tehát általában az emberek még a sokszor az elviselhetetlen hangokat is tudom úgy hallgatni, hogy milyen érdekes. Úgyhogy ilyen szempontból ezt nem tudom megítélni, hogy jó-e, ezért nem is hallgattam erre soha, hanem egyszer mindig azt mondtam, hogy akkor ülök mikrofon mögé, ha van mit mondanom. Tehát ez volt mindig az. Most ez a van mit, ehhez csatlakoznék, azért én azt látom, hogy a médiának szómenése van. Tehát annyi felesleges beszéd, ami ma a világban elhangzik, annyiféle fölöslegesen odamondott, kidobált szó, amit most kénytelenek vagyunk végighallgatni, ez egyszerűen hajmeresztő. Tehát tisztelet annak a rádiónak, meg annak a médiának, ahol vannak értelmes dolgokról is szó, de én azt gondolom, hogy amikor bekapcsolom a kocsiba a rádiót, kénytelen vagyok egy bizonyos csatornára átváltani, mert megőrülök a többitől. Tehát rengeteg felesleges baromság van. Tehát amit mondtál, hogy legyen tartalmas beszéd, ez a tartalmas beszéd kezd el megszűnni. Az emberek mindent közölni akarnak velünk, hogy kelt föl, mit csinált, és ugye állandóan feltesznek kérdéseket, amire tulajdonképpen nem is várnak választ. Hát az lett a beszélgetés szintje, hogy így elpuffogtatunk ilyen hülyes lágbortokat, és teljesen felesleges kérdéseket egymás felé. Tehát az lenne a jó, hogyha ez a fajta tartalom, amiben te hiszel, ez meg is maradna, mert meg is erősödhetne. Hogy igenis beszélünk valamiről. És van interakció persze. Igen, bár a trendek nagyon ezzel ellentétesek. Ha azt veszük, hogy most már a legnépszerűbb megosztó felületek is azok, ahol 10 másodperces, 15 másodperces videókat tesznek föl, ott még a kérdésre sincs idő, nem hogy arra, hogy választ is kapjál. Tehát ott inkább csak ma már inkább a jelenség, a jelenlét a fontos, nem pedig a tartalom talán. Ilyen szempontból ugye jó a témánk, hogy háttérben dolgozni, vagy pedig előtérben, mert most már akkor vagy valaki, ha te folyamatosan szerepelsz, vagy a neveddel, vagy a fotóddal. Uh-huh. És az, hogy mi a te produktumod, az abszolút háttérbe szorul. Tehát kicsit fordítva ülünk a lovon, nem? Tehát most már nem az alapján ítélnek meg valakit, akit ismernek az emberek, hogy mit csinál, hanem hogy ki ő. Ismerem-e, nem ismerem. Sokat futtatják a médiában, nem sokat. Hány Instagram követője van, stb. És lehet, hogy egy borális, értéktelen dolgot, de valamiért felhívta magára a figyelmet, és sokan kíváncsiak arra a dologra. Hát, de ettől még az nem érték. De az ki dönti el, mi az érték, még mi nem? Hát, igen, ez a baj. Ezt az értéket, amiről beszélünk, ezt pénzre lehet váltani. Ha megnézzük ezt a Balatonon működő kisboltot, ahol az emberek akkor is lemennek, hogyha semmi dolguk nincsen ott. Tehát egyszerűen követik ezeket a celebritásokat. Szóljon bármiről az a történet. Értelmes mondatot amúgy sem találsz ezeken a dolgokon. Mi ilyen beszélgetős társaság voltunk, és ahogy jött ez a 21. század ezzel a ménkű sok csatornával, meg médiával, a beszélgetéseink is elkezdtek silányulni, és kopni elfele.
Azért, mert azt valahogy, hogy mondjam, tartasz ezzel a sodorral, óhatatlanul is belekerülsz ebbe az örvénybe, és akkor egy kicsit te is részt veszel ebbe a baromságba. Na mondom, a normális, hát az, hogy beszédhibás emberek vannak a rádióban, tehát ez egyszerűen hajmeresztő. A kedvenc rádióban van egy olyan nazális hang, akitől így megörülök. Hát régen arra voltunk büszkék, hogy milyen szépen beszélnek a kincstári rádióban. Most meg így, mert semmi nem számít. Igen, semmi nem számít. Lehet égbe, világban mindent összehordani, és az emberek valamitől ezt kajálják. Mert nem akarnak gondolkozni, hozzáteszem, tehát reggel, amikor fölkelt két kómával, kiposztolja a fészem, hogy ő megivott két kávét, és ja Istenem, ha nem hoznak egy harmadikat, itt borulok föl, nekik nem lehet tartalmas, vagy milyen szántó dolgokat mondani reggel, mert elkapcsol. Úristen, hát ezek mit, ne koronavírus hozzanak, hanem elkapcsol, mást akar hallani. Lötyögni akarnak. Ezért járnak egyébként többen színházba is. Fölfrissülni, szórakozni, nem akarunk gondolkozni. Nehogy Isten, még utána is gondolkozni. A színház pedig azért némileg mozgatja a szürke állományt, tehát ott nem csak a fogadás vagy a fogyasztás az elsődleges, tehát azért a filmet szemben a színházat azért védem, meg mondjuk ilyen szempontból nyilván a darabtól is függ, de azért a színházhoz még kell a néző is, tehát szerintem. Hát az ugye a karantén alatt ez azért egy kicsit átértelmeződött, hogy most hol nézzük a színházat. Jó, hát a azért ez nem ugyanaz. Az a helyzet, hogy mi vagyunk ebben a vétkesek, mert ha mint operatőr odaállsz, és te eldöntöd, hogy milyen plánokat veszel, akkor azzal meg van határozva a kép. A színházban azért forgatod a fejed. Persze. Akarod, kiszaszerolsz a sarokban valami elbújt színésznőt, és akkor nézegeted. Nehogy Isten. A másik meg, hogy te képzeled még a többit oda. No, egy picit kanyarodjunk vissza ahhoz a ponthoz, ahol tartottunk, és én ennek tényleg nagyon szívből örülök, mert legalább olyan plusz tartalmat adtok a műsornak, de egy picit visszakanyarodva, aztán majd visszatérünk a véleményekre. Krisztánál tartottunk. Egyébként annyira nem is kell elkanyarodni, mert hogyha most itt a pályaválasztásról beszélünk, nekem a színház volt az első szerelmem, és egyetlen dolog legalábbis ott bukott el a történet, én színésznő szerettem volna lenni, ami ahogy egyébként hihetetlen, nem nézve már, hogy pont a lámpalázt nem tudtam kezelni. Tehát ami otthon működött a négy fal között, tök jó volt, de most magamhoz képest nyilván lehetett volna még jobb, de annak mondjuk a 30%-át tudtam hozni a közönség előtt. Tehát, hogy nem tudtam egy verset úgy elmondani. És ezt valamiért nem volt ugyan segítségem mindig, felkészítő tanár, versmondó verseny előtt, stb., de hogy valahogy ezt nem tudta senki kiírtani, kihozni belőlem azt, hogy hagyjuk ezt, és most nem az a lényeg, hogy te ott kinn állsz, és téged néznek, hanem az a lényeg, hogy te mit tudsz átadni. No, és akkor, de hát maga a szöveg, mint olyan, az innen nagyon megmaradt, tehát hogy szöveggel szeretnék foglalkozni. Imádtam már a középiskolában esszéket írni, ahol akár a véleményt is bele tudtam fogalmazni, a saját véleményt egy-egy mű kapcsán. És én egyébként fogalmam sem volt, hogy mi akarok lenni, azért mentem bölcsészkarra, mert gondoltam, hogy majd ott kitalálom. És akkor ezért mentem kommunikáció szakra, mert ez még mindig olyan általánosabb volt. És aztán ott egészen hamar, már másodévben volt egy kedves évfolyamtársam, akinek az édesapja rendező volt a Magyar TV-nél, és addig kuncsorogtam, hogy nem lehetne bemenni, esetleg megnézni, hogy mégis mit tanulok, úgy kíváncsi lennék, hogy aztán másodévtől ott ilyen gyakornoki, asszisztensi feladataim voltak, és ez egészen kitartott amíg végeztem addig, és nagyon, nagyon sokat kaptam ott, és aztán nem volt már kérdés, hogy ebben az irányban képzelem el az életemet. Úgyhogy, és aztán én úgy kerültem Fehérvárra, hogy eredetileg itt is születtem, a gyermekeim édesapja is fehérvári, igaz, hogy Budapesten ismerkedtünk meg, de az egyértelmű volt, hogy mi Fehérváron fogunk élni, és amikor megszületett az első fiunk, akkor visszaköltöztünk, és hát itt Fehérváron akkor alakult a médiacentrum, és hál' Istennek volt olyan szerencsém, hogy még a kezdő csapatba sikerült bekerülnöm, és akkor azóta tulajdonképpen itt vagyok.
És hát ugye ezt elmondhatjuk a tévénézőknek, hogy most már a tévében is azért most egy kicsit előtérbe kerültél, hiszen szerkesztő riporter is vagy, meg műsorvezető is most már. Igen, meg most ugye egyre inkább médiacentrumosodunk, ez elég hülye szó, de végül is ez a lényeg, hogy mindenki próbál minél szélesebb skálán mozogni, és amikor a második fiammal otthon voltam gyesen, akkor én jártam ilyen vágótanfolyam, és megtanultam ilyen alapszinten vágni, és hát most már így vannak olyan anyagok, főleg az fmc.hu-n, amit mondjuk én vágtam, és nagyon büszke vagyok, mert hogy én, nekem tényleg nem ez a szakmám, meg biztos, hogy van benne csomó hiba, de hogy ezt nagyon szeretem csinálni, meg nagyon egészen más, amikor az ember a saját riportjaival dolgozik, nem kell, tehát nyilván egy vágó profiban össze tudja rakni, de megsporolom azt, hogy magyarázni, hogy akkor mit, hogyan szeretnék, hanem hát igen, hát ez is egy kicsit magányos munka ilyen szempontból, de valahogy ebben is látok egy szabadságot. És a híradózás hogy tetszik? Mondjuk adott azért az újságírás ehhez egy persze, jó alapot. Nem okozott nagyon nagy megborulás, vagy ilyesmi. Én szeretem ezt is, úgyhogy szeretek kimenni. Ugyanúgy meg elkészítem az interjút, mint akár egy újságcikkhez, tehát hogy annyi, hogy akkor azt aznap gyorsan össze kell rakni. Ugye az újságban van egy kis idő rágódni rajta, hiszen heti lap vagyunk, tehát nem kell aznap azonnal. Úgyhogy szeretem, meg főleg a kollégák miatt szeretek nagyon benn lenni napi szinten. Hát igen, a szerkesztőségünk azért vidám hely. Nyáron például én is ott voltam fönn, és én is nagyon jól éreztem magam, amikor ott a vágók mellett ütköttem. Igen, te is tanultál vágni, ha jól emlékszem. Bizony, igen, úgyhogy. Igen, hát vágó nem lettem, szerintem de híresen jó csapat szellem van nálunk, vagy legalábbis jó a hangulat mindenképpen nálunk minden téren. Laci, nálad hogy indult ez a fotózás? Jézus Mária, Szent József, tehát nem mondod nagy Noé. Visszamegyünk ide számításunk elég. Azt hagyjuk, engedjük el, hogy kezdődött az elején. Nézzük ezt a médiacentrumos történetet inkább. Én nagyon sokat voltam egyedül. Nagyon sokat dolgoztam egyedül műteremben. Ez a reklámfotó, alkalmazott fotográfia, hogy Krisztához csatlakozok, ez egy magányos műfaj. Megoldod, megcsinálom, odamész, hazajössz, és így elkezdtem így, hogy valami kéne, valami társaság. És akkor pont alakult a médiacentrum. Megkerestek, jöttem, és hát ez nekem nagyon betalált, főleg az elején, hogy újra egy csomó ember van körülöttem, dumálunk, közösen végzünk el feladatokat. Szerettem azt is, hogy utasítást kapok őszintén szóval, mert hogy én gyakorlatilag a piacra termelek, tehát szerettem, hogyha layoutból dolgozom. Megmondják, mit kell csinálni, megcsinálom, nem gond. És hát aztán így belekerültem ebbe a történetbe. Az elején nagyon szórakoztatott, nagyon sokat is tettem bele, úgymond, egy fotográfiailag, aztán rájöttem, hogy azért ebből a műfajban vissza kell venni, tehát hogy ez nem az a műfaj, ahol 8 lámpával világítunk meg egy riportot, de az elején még ezekbe is belementem. Aztán így hozzásimultam ehhez a történethez. Most az van, hogy éppen kell egy kicsit mást is csinálnom a médiacentrum mellett, mert egy kicsit sok volt bizonyos része ennek a történetnek. Sokszor ugyanazt a feladatot végezzük el évről évre, és ott már nagyon nehéz újat kitalálni. Tehát amikor ugyanarra az ünnepségre, ugyanarra, ugye nem kell egy sorolni nektek, megyünk oda, hogy ott találj valami új képet, valami új izgalmat, hát az azért az ember próbáló. Igen, az nálunk szerkesztő riportereknél is úgy van, ugye, hogyha már évek óta kiküldenek minket ugyanarra az eseményre, már nem biztos, hogy tudjuk ezt másképp megfogalmazni, mint ahogy mondjuk az előző évben, és akkor gondolkodunk, hogy mit lehet töltöm még volt jobban valami meg újat keresni. Már nézőpontokat se lehet újat találni, most már kukucskáltunk át a falevelek között, már szerintem már minden volt. Sőt, hát próbáltunk ki újdonságokat is, volt az újságban 3D-s fotó például. Igen. Akkor volt, mi volt? Lajaroztunk is, megmozgattunk. Sok mindent csináltunk szerintem, ami túlmutat egy újságon, de hát nem igazán találtunk tulajdonképpen fogadóképes keresletet. Nem volt elég visszajelzés, és nem tudtuk, hogy most ezt végül is érdemesre folytatni, vagy nem. Igen. Az újságban egyébként az egy hátrány van, hogy ha találkozom valakivel az utcán, és mondjuk éppen olvasott egy cikket, vagy látott egy jó fotót benne, ezt meg szokták jegyezni, de hogy nincs visszajelzés. Nincs visszajelzés. Na, visszajelzést akartam kérdezni, mert ugye a rádió esetében
Hát azért nálatok van, hogy betelefonálnak, tehát hogy azért egy kicsit kézzelfoghatóbb ez a fajta kapcsolat, vagy gondolom, nem tudom, SMS-t kaptok, van, SMS-ekkel én annyira nem szoktam foglalkozni, nem azért, mert nem érdekelnek, hanem azért, mert nem igazán tudom, hogy melyik felületen hogy nézzem. Tehát az SMS-sel kicsit bajban vagyok mindig. Facebookot szoktam követni, illetve én annak örülök nagyon, hogyha valaki megtisztel minket a telefonjával. Azt azért nagyon hálás vagyok, mert annak mindig nagyon örülök. Akárki, ha csak egy bácsi betelefonál azért, mert hallott valamit éppen a városban, és szeretnék közölni velünk, vagy valaki kérdezősködik mondjuk egy vendégünk iránt, de csak ha valaki egyszerűen betelefonál, mert nekem az is mindig nagyon megtisztelő, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Nem olyan gyakori azért a betelefonálás, én erre mindig bíztatom a hallgatókat, ha éppen eszemben van, mert ahogy mondtam, én nem a szereplés főleg az, ami motivál, hanem az, hogy amiről szeretnék beszélni, azt átadjam, de azért szoktam mindig motiválni én is a hallgatókat, hogy jelezzenek vissza. Nagyon szeretek Facebookon is kitenni olyan témákat, csak ugye az én saját műsoraimban nem nagyon van rá lehetőség. Tehát az nem az a interaktív műsor, mint mondjuk egy reggeli műsorsáv, hogy kidobok egy témát, és akkor beszéljük meg, hanem itt ilyenkor az van, hogy én beszélgetek egy szakértővel, vagy egy szakemberrel, és akkor azt a témát, azt utólag tudom maximum csak így a véleményeket erről bekérni, de nem ugyanaz, mint amikor adásba tudom mondani a kommenteket. És a visszajelzések egyébként milyenek? Feléd mennyi jön vissza abból, hogy mennyire hallgatják a rádiót, vagy akár a ti műsorotokat? Hát sajnos kevés, tehát ezért mondom, hogy én például örülnék neki még többnek. Egyelőre még nem küldtek el sehova, nem hallottam a személyem kapcsán soha semmi kárhoztató, illetve olyan kommentet sem, ami rám vonatkozna. Nem olyan régen csináltam egy mutatványt azzal, hogy egy rossz dátumot tettem ki egy esemény kapcsán, ezzel fölkeltettem a várost, rögtön érkeztek a szellemes és szellemesebbnél szellemesebb megjegyzések, aminek nagyon örültem egyébként. De konkrétan én még olyan visszajelzést úgy nem kaptam, hogy ez nagyon... Tehát jót kaptam, inkább így mondanám, de rosszat még szerencsére nem. Tehát jók már jöttek. Én azt gondolom, nagyon nehéz belebonyolódni a beszélgetésekbe. Ugye mondtad, hogy fölteszed a kérdést. Én azt látom, hogy az elején is mondtam, hogy túlságosan sokszor tesznek fel az újságírók egy kérdést. Föltesznek egy kérdést, de nem tartozik hozzá egy bevezetés, mint ahogy mi szoktuk, hogy téma felvetés legyen az. Megkérdezik, hogy na ti mit szóltok ahhoz, hogy nem jönnek a buszok jobbról balra? Hát ezt hagyjuk már. Tehát én azt gondolom, hogy egy újságírónak az lenne a dolga, hogy felvet valamit. Akár amit mondtál, hogy ha egy rossz dátummal tudod az embereket, vagy a nyulat kiugrasztani a bokorból, akkor tegyük meg, nem baj, ez értelmes dolgok ráadásul. Szerintem túl sok ilyen elpofogtatott felesleges kérdés van, amire valójában nem is várunk választ. Csak legyen meg a Facebookos jelenlét, legyen meg ez a 10 másodperces hírnév, már nem igazán akarunk beszélgetni. Ráadásul én azt látom, hogy az emberek halálba sértődnek, hogyha nem egyeznek a vélemények. Nagyon kevés ember bírja azt el, hogy hát úgy szólok meg, hogy te figyelj, ezt nem így gondolom. Te miért gondolod? Az őszintesség, az fáj. És ez nagyon-nagyon megáll mostanában ez a történet. Ugye ez van a fotó kapcsán is, hogy a 10 millió fényképész országában nem lehet ma fényképet minősíteni. Még szakmunkásügyen is szokták tőlem kérdezni a gyerekek, de hogy merem én az ő képét így vagy úgy hát valamilyennek tartani? Hát mondom neki, hogy tudnék-e olyat csinálni? Mondom, nem biztos, hogy tudnék olyat csinálni, de minősíteni tudom, mert hogy van mögöttem egy megfelelő mennyiségű rutin. Az van, hogy elkezdtünk ilyen kisasszonyok lenni. Jó, de egyébként, ahogy mondod, hogy a kép, de a kép legalább még van, tehát, hogy a képet még megnézik. De például az, hogy nem olvasnak az emberek szövegeket, az egy valóság, egy jelenlévő valóság. Tehát innentől kezdve az teljesen mindegy, bocsánat, nekem nem nyilván, de hogy úgy nem is akarok általában, mert nyilván valaki tud különbséget tenni jó szöveg, rossz szöveg, jó tartalom, kevésbé jó tartalom között, de tulajdonképpen nem számít. Az számít, hogy ott van-e, hogyha megjegyeznek valamit, hogy látta a nevedet az újságba, hogy látta, hogy cikket írtál, de hogy az jó-e, vagy nem, vagy ez már kevésbé fontos. Uh-huh. Tehát a szöveg az abszolút, most már mi is próbálunk arra törekedni, hogy sajnos minél kevesebb
az inkább legyen magvasabb, de kevesebb szöveget elhelyezni, mert nem olvassák el az emberek, és nem a szöveg minősége miatt, hanem egyszerűen azért, mert nincs idejük, nincs türelmük. Na de hogy ne lenne idejük, mi ne lenne nem idejük? Azon a két telefonos játék között, meg a hülye felesleges oldalpörgetések helyett végigolvashatná normálisan a szöveget. De ez se olvassa, nem is akarja kicsit, olvasni. Kicsit elviszi talán a beszélgetés, de szerintem is az én véleményem az, hogy talán jobban ki van szolgálva mindenkinek az audiovizuális ingerencia igénye, és innentől fogva ez azt jelenti, hogy át is programozza az embereket. Nézzük meg a gyerekeket is, hogyha minél korábban vezetjük be őket a digitális világba, egyre gyorsabban, egyre könnyebben szoknak le a munkát igénylőbb, vagy esetleg a hozott tartalmon kívül a megszerzett tartalmat igénylő feladatokról. Tehát az olvasás ilyen. Valami meló van a gyerekek. Szövegértésről, ugye? Pontosan. Tehát nem ez a szövegértés után, az, hogy... Mit olvas? Igen. De a gyerekek amúgy meg baromi energiát lapátolnak abba, hogy jelen legyenek ezeken az online felületeken. Hát a játékokat úgy tanulják, hogy ilyen empirikus módon próbálgatom, azt, hát olyan és időket csesznek el erre a történetre, amit lehetne az én generációm praktikusan fog teszni valahol. Kétszer megpróbáltam, ha nem működött, elővettem egy könyvet, vagy utána kérdeztem. A mostani embernek van erre ideje, hogy addig bűvészkedik, addig tekeri, addig pörgete még, amíg rá nem jön arra, hogy mi a helyes megoldás. Tehát egyikről azt mondjuk, hogy nincs rá ideje, meg nincs rá igénye, de amikor a hülyeséggel kell foglalkozni, vagy ezekkel a szerintem felesleges dolgokkal, akkor meg mérhetetlen energiát lapátolnak bele. És nem utána néznek, hanem próbálgatják. És az a méreg drága idő, ami szalad ki a kezünk közül, az meg így megy égbe világba, mint hogyha végtelen sok lenne belőle. Hát inkább az lenne fontos, hogy egy tartalmas cikket elolvassa, ami megragad benned, megváltoztatja véleményedet, stb. És ugyanez van az idézetekre is, hogy mindenki idézget innen, onnan, amonnan, mint hogyha tudná, hogy mi van mögötte. Ja. Ez egészen elképesztő, ami most van. És én határozottan emlékszem jó cikkekre. Krista jó cikkeire nagyon emlékszem. Mi sokat logunk együtt, azért az persze benne van. De ezek fontosak, ezek megmaradnak az embernek, hogy jót olvastam, érdekes dolgot olvastam, reflektáltak arra, amit én is gondolok, de ami még fontosabb, hogy meg tudta fogalmazni helyettem. Mert sokszor örülődünk valami, hogy vajon, és hogyha beszélgetünk, és interaktív a beszélgetés, akkor sanszos, hogy megtaláljuk a megoldást, vagy ne adj Isten, és így lenne a legjobb, hogy meg tud változni a véleményünk. Erre kéne az újságíró. Na, de viszont most belőled kiindulva, te ugye az lett volna az alapfelvetésünk, hogy háttérben dolgozó média munkások vagytok, de te például szerintem simán lehetnél előtérben, azzal a gondolatmenettel is például, amit most itt mondasz. Tehát, hogy nagyon sokszor fogalmazod meg a véleményedet, és például az újságban is azért volt már rá példa, hogy hát a legtöbbet ki szokták húzni, amit én írok, maradjunk annyira. Nem, hogy már ilyeneket. Jó, Én egyébként szeretek írni, de nekem mindenhez idő kell. Hát az a helyzet, hogy... Hát a jó munkához idő kell, nézzük meg ezt a hátteret is. Azt azért elmondjuk itt a nézőknek, ha nem haragszik meg a Laci, hogy ezt a hátteret ugye a Laci fotózta, és annyira lelkiismeretesen most már hetek óta tényleg ezzel foglalkozol, hogy például mai éjszakád az erre ment rá. Igen, tehát, hogy ez... azért tényleg sok energiát bele raksz egy ilyen munkába. Energia nélkül semmit nem lehet csinálni. Tehát vagy teszünk bele energiát, vagy nem kell csinálni. Tehát én ez vagy itt hármunkra, sőt, hát mind a négyünkre kimondhatnám, sőt, az operatőrök is abszolút érvényes. De energiád mikor van? Akkor van energiát, hogyha van motiváció. Ez kétségtelen. És hogyha van visszajelzésed, van valamiféle elismerésed, és igenis az, hogy az ember a háttérben, idézőjelben háttérben dolgozik, én azt gondolom, az ugyanúgy megkívánja azt a fajta visszacsatolást, mintha a képernyőn van, mert mi sem magunknak csináljuk azt, amit csinálunk. Hát az abszolút igaz, és nekünk voltak olyan közös projektjeink, aminek ugye nem igazán volt válveregetés a vége, és hát az és iszonyú meló volt. Nagyon megviselt. De egyébként, egyébként meg színvonalas volt, nem azért, mert mi csináltuk, csak hogy sok mindenem múlik az, hogy mi kap publicitást, mi kap elismerést, akár egy városon belül, országosan meg ne is beszéljünk róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, ami nagyon fontos ilyen szempontból, hogy ugye valakik előtérbe dolgoznak, valakik a háttérbe, hogy mi mindenképpen, mi médiások, és azt gondolom, hogy azért ez nem hiányzik, támogassuk egymást. Tehát, hogy igenis, hogyha én például írok az 56-os tévéjátékről, akkor igenis leírom azoknak a kollégáimnak a nevét, akik nagyon sokat és nagyon komoly munkát végeztek benne. És ez nyilván fordítva is igaz, vagy például te meg is. Nyilván nem rólunk kell, hogy szóljon a média, de néha kell, hogy
megmutassuk, hogy... Én tökre hiszek azokban, hogy fontos az újságíró. Én például azt a weboldalt, ahol nincs ott a Jóska Pista neve, aki csinálta, vagy aki föntartja, vagy akiről szól, ezt egyszerűen átgörgetem, sőt, anyázok egy fél órán keresztül, hogy micsoda baromság, hogy nem tudom, jönnek ezek a dumák, hogy tímünk, meg csapatunk, meg társadalom, és kik vagytok, hol laktok, merre, ez nem egészen normális. Én viszont a Krisztához annyiban szeretnék csatlakozni, hogy akik így együtt dolgozunk, és ugye én is ilyen beszédes ember vagyok, szeretem elmondani a kollégáknak a véleményemet. A színházi előadások kapcsán, az események kapcsán, nekem fontos az, hogy meghallgassanak, és hát vagy beépíti a gondolatai közé, vagy nem, de hát hogy azért vagyunk itt, mert szeretünk valamilyen módon véleményt formálni. Képben, hangban, szóban, szövegben, ez mindegy, de el akarjuk mondani, amit látunk a világból, vagy amit mi gondolunk róla. Igen. Fontos egyébként, és jó, hogy felvetettétek azt is, hogy ugye, ha valaki megnyilvánul, mennyire fontos az újságíró. Nagyon fontos, és talán ezt ezért hívják szakmának annak ellenére, hogy ugye a suliban nekem azt mondták, hogy persze erre igazából születni kell, hogy valakiben megvan az, hogy odaül és tudja mondani, tudja csinálni, tud beszélni, stb. Tehát ezek mind adottságok, amikről mi nem tehetünk. De amit mögé kell tenni, hogy újságíró legyél, az a személyiséged, az az életút, ami alatt összeszeded az információidat, tapasztalataidat, benyomásaidat. Ezek igenis felelősséggel járnak szerintem, és talán ebben a kakofóniában, amit most emlegettünk, hogy ma mindenki megmond, mindenki kinyilatkoztat, mindenki beszél, talán ennek a felelősségnek a súlya értéktelenedik, vagy jelentőségtelenedik el, hogy nem mindegy, hogy ki mit, és hogyan, milyen utánajárással mond. Vannak nagyon jó szakemberek, akik csak YouTube csatornákon, vagy bármilyen csatornákon szólalnak meg. Tehát Isten őriz, hogy én most influencereket, bárkit is támadjak. De amikor mindenkiből influencer válik, akkor ott viszont már talán az értelem hangja is egy kicsit halkabban szokott csattanni, és innentől fogva ezért is fontos az, hogy aki csinálja ezeket a dolgokat, annak igenis legyen valami képzettsége, valami élete, amire már tudja építeni. Talán lehet, hogy ezért mondjuk ilyen 40 körül, 30 fölött lettem csak sajtóban, és nem 20 évesen, amikor még csak egy kis jéghaj voltam, és elmondhattam volna, hogy persze mennyire cool ez, vagy cool az, vagy laza dolog, de még nem lett volna talán mögötte valami. Én ezzel csak részint értek egyet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy tanulható szakma. Hát fogunk egy csinos vízikét, beültetjük a stúdióba, és akkor elolvassa, hogy miről van szó. De amit inkább szeretünk csinálni, ott azért kellene az, ami, hogy egy politikus sem lehetne úgy politikus, hogy kiesik az iskolapadból, és holnap után vezeti az országot, hanem kellene egy élettapasztalat. Kellenek konfliktusok, kellenek, hogy emberekkel találkozzanak. Egy újságíró sem zárkózhat be az elefántcsontoronyba, és onnan nézeget kifele távcsővel, hogy mi zajlik körülöttem a világban, azt majd abból megsatszolom. Hát ki kell menni? Be kell menni az emberek közé. Anélkül ezt nem lehet. Persze. Hát, helyzeteket kell látni. És a visszajelzésről egyébként elfelejtettem mondani az előbb, hogy amikor viszont valódi visszajelzéssel találkozunk, azért az nagyon nagy katarzis. Az óriási. Tehát amikor azt se tudják, hogy ki vagy, és akkor volt egy-két olyan cikk, amit olyan meglepő helyről mondták, hogy hát ez parádé volt, és olyan ember olvast el, akiről ugye a mi közönségünk, az most nem is mondom meg, hogy kicsoda, kit satszolunk mi közönségünknek, de hogy egy nem várt társadalmi rétegből jött az olvasónk, és hát egészen hátborzongatva jó érzés volt. Tehát kell ez mindenkinek, azt gondolom. Én azt látom rajtatok, hogy mindannyian érzékeny emberek vagytok, talán enélkül nem is nagyon tudnátok úgy csinálni olyan színvonalon a munkátokat, ahogyan azt végzitek. Mi az, ami a mindennapokban adja a motivációt? Azon kívül ugye, hogy az előbb azt megbeszéltük, hogy a hallgatónak, az olvasónak, a nézőnek kell valamit adni. Én nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, vannak bizonyos munkák, aminél a pénz motivál, másik dolgokat, tehát parancsra hajtunk végre. Nagyon nehéz a motivációt keresni. De én mégis azt látom rajtad, hogy ha valamit le kell tenni az asztalra, akkor mindent beleraksz. Oké, én mániákus vagyok, tehát ez nem jó példa, engem motivál, mondom, a feladat is. De alapvetően azért a hétköznapi munkákban ezeket a, ne arra ugyanom, most ezt kimondom, ezeket buszmegalavatoknak szoktuk hívni, hogy ott azért nagyon meg kell nézni, hogy a táska melyik szegletében van elrejtve a motiváció. És a rádiósnak is vannak ilyen ügyei. Mindenhez kell motiváció? Persze. Tehát ami napi rutinhoz nem biztos, hogy kell. Tehát, amikor fölkezd reggel fogatmosol, az sem motivációból teszed, hanem már hogy így szoktad, aztán kell, ugye. Viszont amikor elmész egy
egy jó vacsorára, és föl akarsz öltözni csinosan, akkor meg már motivált vagy, nem? Tehát szerintem a munkánkban is valami ilyesmi, hogy vannak nagyon különleges témák, vagy ami engem igazán érdekel, vagy olyan ember, akivel portrét készítek, hogy, és akkor még nem is gondolom sokszor, amikor beszélgetünk, hogy ez majd milyen jó lesz, és akkor már beszélgetés közben már látom magamba a címét, meg látom magamba, hogy hú, ebből mit lehet kihozni, és utána visszahallgatom, és megírom, és már attól jól érzem magam, és motivált vagyok, hogy tudom, hogy ez jó lesz, és ahhoz még nyomdába se került a történet. Tehát szerintem attól függ, nem, hogy mivel foglalkozom. Ez zseniális, itt be is lehetne fejezni a beszélgetést. De még nem szeretném. Hát a kérdésre itt találsz. Ez tök lenne valamit a Kriszta mondott, hogy nem, egyébként nem is, nincs is ennyi energia a világon. Tehát nem lehet mindenbe ugyanannyi energiát belelapátolni. Én például nyilván ezt lehet tudni, hogy én tanítok fotográfiát időnként, és amikor így látom a srácokat, akik így, mit tudom én, rendezvényeket vagy esküvőket fotóznak, és csúsznak, másznak, lihegnek, fetrengenek, termelnek 4000-5000 teljesen felesleges képet, azt helyett, hogy beleállna, végig gondolná és megcsinálna. Ezt ő úgy érzi, hogy motiváció, de ez valójában nem motiváció, ez felesleges energiapocsékolás, mert utána meg nem fog arra maradni, amit a Kriszta mondott erre a kiemelt pillanatra, vagy a fontos munkára, hogy abba toljunk bele nagyobb energiákat. Tökre egyetértek vele, úgyhogy... Egyébként mennyire vagytok magatokkal szemben kritikusak? Vissza szoktátok hallgatni, nézni, olvasni a munkátokat? Hát kénytelenek vagy. Egyébként az érdekes, hogy amikor Word-be megírok valamit, meg felrakom az újságot, sőt már be is van tördelve, és látom a képernyőn, hogy fog kinézni az újság, akkor na, jó, oké. De amikor a kezembe veszem a papírt, egészen más úgy olvasni, a saját cikkemet is akár elolvasni, vagy beleolvasni, mint amikor még ott van a számítógépen. Tök érdekes. Kívülállóként egyébként tudod olvasni a cikkemet? Hát más úgy egy kicsit. Aha, más az arculata, olyan, talán kap egy kis hangsúlyt ezáltal, hogy, és akkor most itt elmehetnénk ugye a nyomtatott meg a online világba, hogy minek van értéke. Nyilván ez egy papírdarab, ami egy idő után majd aztán a krumplipucolás alatt végzi, de mégis van egy hangsúly benne szerintem, még mindig talán. Rádiós anyagoknál is ugyanígy van, tehát ott is van, hogy meghallgatom, akár meghallom úgy is, hogy ugye rárakom a aláfestő zenét, de amikor élőben megy ki, akkor egészen más érzete van valahogy a rádióanyagnak is. Ez érdekes, de ezt nem tudnám definiálni, hogy ez mitől, hogy talán azért, mert akkor ott a helyén van az anyag, és akkor tényleg azt a produktumot kapod, amit amúgy csak a te képzeletet szülhet, hogyha mondjuk előmunkában meghallgatod. Mi ezt megtapasztaltuk a Krisztával, amikor csináltuk ezt a karantén after kiállítást a fehérvári művészekkel, kellett mindenkiről, vagy többekről szerettünk volna forgatni, vagy forgattam ilyen kis kétperces megszólalást, és próbáltam magamat levideózni. És akkor jöttem rá arra, hogy nem tudod megcsinálni, mert amikor elkezdesz beszélni, óhatatlanul hallgatod kívülről magadat, és egy ilyen nagyon bonyolult rendszer lesz az egészből, tehát hogy előrébb áll az egyik feled, a másik feled meg még csak lent, és még beszél, és nem lehet, én nem tudom megcsinálni. Tehát én annyira teljesménykényszeres vagyok, hogy én így ellendőrzés alatt tartottam, és mit tudom, mert ráment két napom arra, hogy utána a Kriszta megnyomja a gombot, és neki el tudtam. Csak azt kellett, hogy oda üljek a másik oldalra, semmi más nem kellett hozzá. Tehát ki kellett kapcsolnom a kontrollembert, aki én magam voltam. És hát ezért nehéz rádiózni is, hogy ki kell kapcsolni azt, hogy ne figyeld önmagadat közben, hanem hagyd egy kicsit folyni a dolgokat. Ez egy macerásabb műfaj. Igen, mondod ezt a hátad mögött ugye a kamerával, amit én meg folyamatosan óhatatlanul nézegetek, hogy jaj, hogy nézek ki, igen. Jól nézek ki. A hibákkal egyébként hogy álltok? Munkánk vele járója. Szoktunk. Nem szoktunk hibázni, szerintem. Sosem. Néha sűrűn, néha soha. Néha gyakran, néha mindig. Azaz. De hogy, mert hogy a kritikához ugye ez is hozzátartozik, és hogyha észreveszek egy hibát, mondjuk, hogy visszanézem a 13-as iradot, és azt látom, hogy bakisztam, akkor abban a pillanatban nem biztos, hogy úgy tűnik, de utána külső szemmel nézve, azért az elég gáz volt, hogy ott most egy olyan bakit csináltam. Vagy bármi, mondjuk az én munkámban, akár egy újságcikkben egy elírás, de mondjuk azt kijavítják helyettem. De mondjuk mire gondolok még? Hát nálunk a híradós szerkesztés is ilyen, hogy azért, hogyha lemegy egy anyag, akkor utána veszem észre, hogy
elírtam a nevét, jó, azt is ki tudjuk javítani, de hogyha már más információt mondtam, mint ami mondjuk az eredeti, és akkor most hogy fogom helyrehozni? Tehát vannak ilyenek? Hát szerintem mindenkinek van ilyen. Szerintem ezt meg kell tanulni, kezelni. Tehát főleg, amikor olyan mennyiségű információkkal dolgozik, mint napi szinten, hát becsúszik. Be. Abban a pillanatban nagyon rossz érzés, aztán nagyon. Az ember megy tovább, azt megírja a másik 20, vagy mondja a másik 20 produktumot, tehát bocsánat. Engem nagyon tud terhelni egyébként, tehát én hogyha hibázom, akkor mindig, de ez egyben egy sarkallatos pont is arra, hogy onnantól azt a hibát kicsit jobban figyeljek rá, és elkerüljem a jövőben, tehát próbálkozom, de hát ettől független nyelvbotlás, félre mondás, rossz kiejtés, rossz dátum például megosztás, és hát ilyenek az előfordulnak. Egyébként szerintem az, főleg mondjuk egy rádiósnál, vagy aki mondjuk most hát, élőben hallható, látható, stb., az olyan emberivé teszi a dolgot, nem? Tehát ha nem rossz indulatú a hallgató vagy néző, akkor azt mondja, hogy na hát... Hát igen. Ezért is csináljuk, ugye én persze. Is például készítem a Baki parádékat mindig. Itt persze. A tévében összegyűjt dolgokból, mert van anyag azért bőven hozzá. Biztos. Én mondjuk vállalom is értük a felelősséget. Tehát én, van egy olyan szakmai irányvonal, amikor azt mondják, hogy ha hibázunk, nem veszünk tudomást róla, és nem veszünk figyelembe. És meg is értem, és egyébként talán ez egy követendő példa, de én azért, hogyha mondjuk olyat hibázok, akkor azért hajlandó vagyok elnézést kérni, hogyha rosszul mondtam valamit, kijavítani, stb. Tehát így az adásban. Figyelünk. A fotográfiában egyébként van egy olyan, amit hibaizmusnak hívnak, amikor a véletlenszerű problémákat, vagy ezeket a felmerülő hibákat, ezeket erénnyé kovácsolják, és a kép fontos részévé emelik azt. Na most ezzel azért annyira én nem értek egyet, de egy riporternél nem nagyon derül ki az, hogyha hibázik. Maximum elkésel, elrontod, nem csinálod meg. Itt a Mimelonban inkább a kritikával van macera. Hogy elbírjuk-e, vagy sem. Tehát, hogy amikor így találkozol valakivel, és akkor elkezdi hát ez a fú, de nem nézett ki jól, de béna volt az a kép, azt ő így csinálta, vagy úgy csinálva, olyankor nagyokat kenyelni. Azt azért kemény. Azt kell inkább megtanulni. Tehát ez nem könnyű. De ugye mondtad, hogy te is szereted a véleményedet, mert akkor te bírod a kritikát, vagy nem bírod? Hát, ez megint olyan, hogy viszonylag ilyen, hogy mondjam, hát ilyen határozott pasos vagyok. Valakitől bírom, valakitől nem bírom. Tehát van, akinek nem számít a véleményem. És tudom, nagyon durván hangzik, és hogy én megszoktam azt, hogy itt a városban egy csomószor így a kollégák célkeresztjében álltam valamiért. Mindegy is, hogy miért, és állandóan így vagy úgy kritizáltak. Ezt meg lehet szokni. Azt nagyon nehéz elviselni, amikor te tudod, hogy valami baromi jót csináltál. Tehát amikor jó a cucc, és akkor azt piszkálják. Akkor jönnek ilyen szőrszálhasogatással, meg hogy mit kellett volna, meg hogyan lett volna jobb, meg mit tudom én, minden, azt rohadt nehezen viselem. De egyébként van az, amikor tudod, hogy jót csináltál, most bocsánat, egyszerűen tényleg tűnik, de van ilyen, igen. De hogy ne? Hát és amikor is mondjuk ugye a közvetlen, akik ugye a szakma az értenek, azok is tudják és mondják, hogy jó, de mondjuk a többségnél van egy ilyen nagy hallgatás. Tehát azt sem mondják, hogy rossz, de azt sem mondják, hogy jó. És akkor én megérzem azt a fajta hallgatást, amikor hát csak úgy nehéz kimondani, hogy na ez jó, mert van olyan, hogy nehéz kimondani. Na, az is egy dicsőség, hogy eljutottunk idáig, hogy ez létezik. Hát alapvetően az emberek lepörgetnek mindent a közösségi médiában. Ez a kedvenc, amikor oda raknak egy szomorú képű kiskutyát, és hogy engem senki nem oszt meg, mert nem annyira szép a pofám. Na most az van, hogy egy csomó dolgot elintéznek ezzel az egy-két lájkkal. Amiről a Kriszta beszél, az már egyfajta kommunikáció két ember között, hogy eljutnak odáig, hogy ne adj Isten, az egyik azt merje mondani, te, hát az a múltkori, az hajt, mi volt az te? Hát az rettenetes volt, hallod-e? Tehát, hogy ez előkerüljön, mert hogy ez is kopik elfele. Hát nem merünk semmiről véleményt formálni. Nem lehet elmondani egy koncertről, hogy milyen volt, nem lehet elmondani egy kiállításról, hogy hát halálos sértődések voltak, amikor néha írtam ilyen fotókiáltásokról, hát kritikát, nem kritikát, csak egy beszámolót, hogy én hogyan mondom. Tehát rohadt nehezen tűri a társadalom is ezt a fajta mérlegreállítást, de én azt gondolom, hogy amiről a Kriszti beszél, az már tök jó, hogyha már ott járunk. Tehát aki már meri mondani, az már rendben van. A hallgatás az veszélyes. Az veszélyes. Mert hogy ott is kell egyfajta jelenlét, és akkor jelent, hallgat, jaj, az nem jó. Az nem jó.
Na, hogy egy kicsit vidámabbá varázsoljuk itt a műsor végét, tényleg csak egy-két percünk maradt. Van-e olyan kis történet így a fejetekben a munkátokkal kapcsolatban, amit így megosztanátok velünk, és mondjuk olyan vicces, sikeredett munka akár, bármi? Vicces. De lehet hiba is. Mit csináltunk, mi vicces dolgot? Én tudom, de az nem úgy vicces. Nekem a kedvenc sztorim az, amikor a kis Laci, hát ugye mi tényleg sokat dolgozunk együtt, és hát volt majd írtunk közösen cikket is. Na, például az egyik ilyen volt, a kis Laci gyakran viszi ki a kutyáját a határba sétáltatni, és egyszer csak összefutott egy fiatal juhász gyerekkel, aki ott legeltette a birkáit, hát mint a népmesébe kigondolná, de hogy van ilyen, nem is olyan messze. És akkor megbeszéltük, hogy hú, akkor ő beszélget vele, fölveszi, és akkor én meg megírtam. És annyira jó volt a beszélgetés, hogy tulajdonképpen én begépeltem azt, amit hallottam. És akkora sikere volt annak a beszélgetésnek, mert hogy annyira természetes volt az egész hangvétel, a srác, hogy nekem ez az egyik kedvenc sztorim egyébként, és aztán címlap is lett a hát, nagyon jó meló volt. Nekem egy másik történet nagyon beégett az anyamba, ez is egy közös koprodukciós történet, amikor a hajléktalanokat, a sátrasokat elvittük az Osamba bevásárolni. Hú, igen. És hideget, meleget kaptunk, hogy micsoda hülyék vagytok, miért kell ezt csinálni, miért nem ennek? Mert hogy majd ott jön egy ilyen lompos, szakadt társaság, és ehhez képest megjelentek a sátrasok, hát kiöltözve. Igen, mert nem tudnék szavakat itt. Karácsonyi akció igen. Volt, ilyen céges. Na mindegy, és az egyik sátras pasin, hát olyan 3 számmal volt kisebb a cipő rajta. Tehát látszott, hogy így állnak a lábujjai, és ugye másfél órát kopogott abba az elképesztő ilyen fényes fekete cipőben, csak azért, hogy be tudjon simulni az osános közegbe, vagy a bevásárlók közé. Én nekem az a szituáció, az egy ilyen életre szóló emlék marad. És amikor tukmáltuk, hogy mit vegyenek meg minden, és mondták, hogy azt ők nem hajlandóak, mert hogy annak az árán tudnak valamit venni. Úgyhogy egyetlen darab csokit nem vettek el a polcról például, meg semmit. De mondom, az a cipő, amivel így voltak a pasas lábai, hát azt így nem felejtem el, azt hiszem, amin élek. Szóval vannak jó történeteink. Igen, nekem még nincs olyan sok azért, ami így azt mondom, hogy ilyen kacagásra adok ott. Hát most olyan volt, amikor hát egy kicsit mondjuk úgy, hogy tapasztalatlan voltam, fölmentem Budapestre egy nagyon fontos interjút megcsinálni, hogy sikerült leszervezni, egy viselkedéskutató hölgy volt, a gyermekek fejlődése, digitális világ kedvenc témám egyébként kapcsán. Nagyon készültem rá, iszonyú jó beszélgetés volt. Fölvettem vele 2 adásnyit, és majd másnap, mikor visszaértünk, akkor a kis mobil mikrofont ugye kötöttük a gépre. Teljesen üres hanganyagok. És hát ugye köszöntem mindenkinek akkor, mert egyrészt az én tájékozatlanságom, ugye ez egy elég komoly kis eszköz volt, annyira profin nem tudtam kezelni, hogy a külső mikrofon, belső mikrofon váltogatást azt megcsináljam. Alapállapotban külsőre volt téve, én ezt nem vettem észre, és gyakorlatilag mikrofon nélkül felvettem 2 órányi anyagot, amit iszonyatosan cink volt utána lekommunikálni. Egyrészt a vendég felé is, ugye, hiszen vele azért majdnem 2 órát végbeszélgettünk, illetve hát iszonyatosan cink volt az, hogy maga ez az anyag nem tudott lemenni, és tényleg ebben mindent belefektettem. Nyilván hát ez számomra akkor egy ilyen nagy tanulópénz volt arra, hogy mindent előre 6-szor ellenőrizzek, minden oké legyen, hogy nem. Hát ez egy örök para az elvesztett anyag. Tehát, hogy az a mi munkánkban az rettenetes. Főleg, amit ez a digitális történet van, mert volt egy karcos szakadt negatív, abból még valamit lehetett csinálni, de amikor ezek a bitek így eltűnnek, akkor annak ott gyakorlatilag harangoztak, és annak gyakorlatilag nyomtalanul tűnik. Hát ez egészen... De ez nagyon nem vidám téma ez a része, valami vidámabbal akartuk befejezni. Én nem tudtam, most nekem ez jutott eszembe, amin aztán kínomba jót röhögtem. Hát akkor vicces volt a vége. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek magatokról, a munkátokról. Ez látszik, hogy értek, haltok érte ez a szenvedélyetek, az életetek, én azt gondolom. És hát azt kívánom, hogy nagyon sok szép történetet, mondani valót, képi anyagot hozzatok még nekünk ide a médiacentrumba, és még beszélgessünk máskor is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!